Jó estét kívánok, kedves nézőinknek, mai helytörténeti magazinunkban. A mai kalendáriumban elsősorban a selyem és a divat története lesz a fő témánk. Abból az alkalomból, hogy a Szavária Múzeumban az elmúlt hétvégén nyílt meg a Selyem szálak című kiállítás, amelyet a következő hetekben újabb, hasonló tematikájú tárlatok követnek majd. Természetesen nem csak beszélünk majd a selyemről és annak születéséről, hanem viseleteket is mutatunk majd önöknek, hiszen ez a nemes anyag évezredeken keresztül része volt az öltözeteknek egészen az ókortól, mondhatjuk napjainkig. A műsorban ízelítőt láthatnak majd a Szavária Múzeum kiállításából, és egy neves viselettörténész segítségével a divat változásairól is szót ejtünk majd. Ígérhetem, nem csak hölgy vendégeinknek, hölgy nézőinknek lesz érdemes velünk tartani. Most azonban szokásunkhoz híven elevenítsük fel azokat az évfordulókat, amelyeket a májusi naptárban találtunk. Ezer adagos önkiszolgáló étterem nyílt 40 esztendeje. 40 éve hunyt el Bécsben Mindszenty, Pem József, bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. A szombathelyi ügyvédi kamara 140 éve tartotta meg alakuló ülését. 50 éve megnyílt a Csónakázó tó. 40 évvel ezelőtt nyílt meg a Dési Huber István emlékkiállítás a múzeumban. 105 éve volt látható a Héli üstökös Szombathelyről. 65 éve megnyílt az Állami Áruház, a későbbi Centrum Áruház. 220 éve halt meg Sigray Jakab gróf, a kőszegi kerületi tábla ülnöke, reformer vértanú. 115 éve halt meg Budapesten Hollán Ernő hadmérnök, altábornagy, államtitkár. 150 éve született Kőszegen Csernel István ornitológus. 90 éve felszentelték az Annunciáta nővérek rendházát. Egy nagyon érdekes és különleges témát választott a Szavária megyei hatókörű városi múzeum az idei nyári tematikának. A selyem témáját járják körül különböző tudományágak megközelítéséből. Az első kiállítás, ahogy említettem, vasárnap nyílt meg. Erről, ennek kapcsán beszélgetünk most a selyemről és az ott látható viseletekről, illetve természettudományi ismeretekről. Vendégeim segítségével, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök, Kelbert Krisztina történész a Szavária Múzeumból, és dr. Víg Károly tudományos igazgató helyettes szintén az intézményből. Kezdjük talán azzal, amire utaltam az imént, hogy több tudományág megközelítéséből foglalkoznak most a selyem történetével. De igazából mióta is ismeretes ez az anyag az emberiség történetében, honnan eredeztethető a selyem feltalálása? Amikor azt mondjuk selyem, akkor általában a hernyó selyemre gondolunk, holott más állati és növényi szálakból is készíthető selyem szövet. Ha a hernyó selyemről beszélünk, csak akkor a feltalálás vagy a felfedezés kb. 4500 évvel ezelőtt történhetett Kínában, ha legendának hihetünk persze. Egy kínai császárnő teájába egy selyem hernyó gubó pottyant, és ott a melegtől meglágyult, amire aztán egy szálat sikerült lefejteni. És valóban Kínában körülbelül tényleg 4500 évvel ezelőtti első selyem maradványok alapján bizonyítható, hogy valóban onnantól indult el a selyemnek a felhasználása és előállítása. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, illetve ettől teljesen függetlenül az indusvölgyi civilizációk is felfedezték a selyem készítésnek a mikéntjét, de ők egészen más lepkefajoknak a hernyója által szőtt gubóból készítettek selyemet. Ezek is körülbelül 4500 évesek, Harappa városában találtak ilyen maradványokat. Ezek azonban vadsejmek, tehát a szál messze nem olyan finom és olyan hosszú, mint amit a selyem hernyó ad. De nem csak állati eredetű sejmek léteznek, ha jól tudom. Igaz, vannak még más egyéb állati sejmek, itt például a kagyló sejmet érdemes megemlíteni, ami a földközi tengerben honos nagy sonka kagyló bisszusz fonalával készíthető selyem szálból állít elő különböző kelméket. De vannak növényi eredetű sejmek is, a Dél-Kelet-Ázsiában a lótusz sejem ilyen, illetőleg a földközi tenger medencében meghonosodott agávéból is állítanak elő agávé sejmet. Ennek egy viszonylag durva rostja van, csak a tilolás során olyan vékonnyá tilolható, amiből nagyon könnyű
növénynek sejemszerű kelme állítható elő. És még egyes növények magszűreiből is szülnek sejmet, de ez tényleg csak kuriózum és nagyon nagy ritkaság. Viszont Európába jóval később került, vagy jutott el a sejem, ennek vajon mi lehetett az oka? Ezt annyira féltve őrizték ennek a titkát? Hát Kína tényleg féltve őrizte, hosszú évezredeken keresztül sikerült megőrizni a titkot, aztán olyan 200 táján Koreába, majd 100 évvel később Indiába is valahogy eljutott a sejemkészítés. Ide Európába pedig Justinius császár az 552 táján parancsolja meg két szerzetesnek, akik által bambuszbotban csempésznek ki sejemlepke tojásokat Kínából, aztán így kerül át Európába is. Magyarország az 1600-as évek elején jut el olasz közvetítéssel, és gyakorlatilag a fénykorát a 19.-20. század fordulóján éli hazánkban a sejem előállítás, de hát aztán az 50-es években is ugyanúgy megpróbálkoztak ezzel. A kiállításban számos idős látogató fölidézte azokat a gyerekkori emlékeket, amikor tényleg a fényképek még a sejemhernyó illatát is felidézték számukra. Mert hogy diákok is foglalkoztak. Diákok is, gyermekek is gyűjtötték bizony az eperfa levelét, és otthon a padláson tenyésztették a hernyót, aztán a gubort pedig leadták. Most a különböző régi ábrázolásokra gondolunk az egészen régi korokból, több ezer évekkel ezelőttről, akkor feltételezhetően látunk sejem ruhába öltözött alakokat. Meg lehetne azt mondani, hogy melyik korszak volt az, amikor a sejem különösen kedvelt anyag volt? Közhelyként vagy kliséként hathat, hogy a sejem tulajdonképpen örök összetevője a divatnak, és egy nagyon fontos eleme, hiszen láthattuk, hogy milyen régóta zajlik Kínában a feltalálása, és hogy az ókortól napjainkig ível az az időszak, amikor ez rendkívül fontos és központi összetevője a divatnak. Én mégis azt mondom talán, hogy a 19. században a polgáros Biedermeiert követően, talán mikor a neobarokk és neorokokó kezd újra divatba jönni, ott rendkívül előszeretettel nyúlnak a sejem anyagához, az atlasz, a sejem brokát, ezek tulajdonképpen topzódnak a ruha költeményekben, ami hát ugye elsősorban a női viseletet, a női divatot jellemzi, de nem csak a reprezentatív viseletekben, a külső formákban és anyagokban nyilatkozik ez meg, hanem az alsó nemükben is előszeretettel használják a 19. században a sejmet alapanyagként. De mondhatjuk azt, hogy igazából csak az előkelőbb rétegek számára elérhető, mert hogy ha az eredetére gondolunk, akkor feltételezhetjük, hogy ez minden korszakban valamennyire drága, költséges anyag lehetett. Tulajdonképpen a társadalom és a divat erőteljesen összefonódik, tehát azért főként a tehetősek engedhetik meg ezt maguknak. Gondolok itt például a sejem harisnyára, hogy az milyen sokáig álom marad, amíg az előkelők számára is, és a szegényebb néprétegek vagy társadalmi rétegek kevésbé, de azt gondolom, hogy mindenki törekedett erre, hiszen ez tényleg egy olyan fontos összetevője volt a divatnak, ami egy reprezentatív dolgot jelentett. Most melyik az a sejemfajta egyébként, amelyikből kifejezetten nagy mennyiségben készül viselet? Tehát az a hernyó sejem, tehát egyértelműen ezt mondhatjuk. Már nem foglalkoznak. Indiában van egy olyan mozgalom, amely egy olyan lepke által szőtt bábból készít sejmet, amely eljárás során a lepke nem pusztul el. Ugyanis az eljárás során a klasszikus hernyósejem előállításkor elpusztul a báb. Hát ez több százezer példánt jelent évente, tehát azért ez komoly mennyiség. Azoknak, akik szívén viselik így az állatoknak a létét, vagy a sorsát. Na most azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudják, hogy a Szavária Múzeumnak egy rendkívül gazdag viselettörténeti gyűjteménye van. Sikerült, vagy könnyen sikerült-e olyan darabokat választani ezek közül, az öltözékek közül, amelyek beleillettek ebbe a mostani tematikába, tehát amelyek vagy sejemből készültek eleve, vagy legalábbis bizonyos részeik, kiegészítőik sejemből vannak? Ez egy fantasztikus munka volt a történészek számára, hogy ebből a koncepcióból nyúljanak ehhez a gazdag gyűjteményhez, hiszen tényleg annyira sokrétű, és talán még országos viszonylatban is úgy gondolom, hogy jelentős gyűjteményről van szó, amit ebből a szemszögből, ebből az aspektusból még nem közelítettünk meg. Nem mondom, hogy nem okozott néha nehézséget, hogy egy olyan viseletet, ami egyébként mondjuk közel állt a szívünkhöz, de mégis mérlegelni kellett, hogy a sejem alapanyag mondjuk mennyire jelenik meg benne,
azt kiállítsuk-e vagy nem, de úgy gondolom, hogy végig a munka folyamán ez egy fantasztikus inspiráló erő volt, hogy ez alapján válogassunk, és hát el kell mondani, hogy sok szempontból, de sikerült is ez a válogatás, hiszen például ugye Verebi Vég Gyula textilgyűjteményét is többször bemutatta már a múzeumunk is, vagy került kölcsönzésbe is, és hát nagyon összetett ez a gyűjtemény, de ebből a szemszögből még nem közelítettünk hozzá. Az övé különösen kuriózumnak számít, mert hogy ő neki távol-keleti anyaga is van, ugye? Így van, a Verebi Vég anyagban egyrészt ugye igyekeztünk távol-keleti selyemből készült tárgyakat is válogatni, például azt a 19. századi kínai selyem ruhát, ami egyébként egy fotográfián is fennmaradt, és ez különösen unikális, hogy viselet közben egy kisgyermeken is látható, és ez nem csak selyemből készül, de selyem szállal szőtték bele azokat a mintákat és motívumokat, amelyek láthatóak rajta, és több olyan ruha részlet is látható ebben a textil kollekcióban, ami szintén selyem szállal szőve készült. A kollégáim fognak mutatni néhány olyan képet, amelyen láthatók lesznek majd ezek a viseletek, amelyek vagy részben, vagy egészben selyemből készültek. Milyen korszakokból származnak ezek az öltözékek? Főként a 19-20. Századból válogattunk, hiszen, amit említettem, a 19. század női divatja szinte kínálta azt a lehetőséget, hogy nyúljunk hozzá, és azokból válogassunk. És hát ugye a divat, mint egy örök változó tényező, ugye feladja azért a leckét, hiszen annyi stílus és annyi forma, annyi anyag és annyi szín követi egymást, hogy nem könnyű, mégis azok a például selyemből készült, selyemtaftból készült ruhaderekek, amelyeket bemutattunk, mégis talán ízelítőt tudnak nyújtani ebből a hihetetlen változatosságból. Egy nagyon vékony, mondhatni kényes anyagról van szó, tehát bármire nem alkalmas, gondolom. Inkább csak kiegészítő része egy-egy viseletnek, vagy azért nem kimondottan? Nem hiszem, nem fogalmaznék így, mert azért találhatunk a kiállításban férfi díszmagyarok részeként, például Rejszig Imre gazdatiszt, és épp a képen is úgy látom, hogy a díszmagyarok láthatóak, Rejszig Imre gazdatiszt, vagy pedig Szűcs István főispán díszmagyar Attilája, ami selyem brokátból készült. Tehát ez kimondottan nem az a mire te maga gondolsz. Az öltözet? Igen, maga az öltözet, tehát az Attila maga az selyem brokát, igen. De azért mégis inkább a női viseleteken jellemző inkább. Főként igen, de azért a férfiaknál is megmutatkozik. Picit természetrajzosként ellent kell mondanom, ugyanis igen? Sokan úgy gondoljuk tényleg, hogy a selyem egy nagyon kényes anyag, valójában nem az. Egy nagyon ellenálló, strapabíró anyag. Tehát az a szál, amiből... Nem csak maga a szál, illetve a belőle készült szövet is. Gondolj, csak ejtőernyőket is csináltak belőle, régen golyóálló mellényeket. Tehát ez azt mutatja azért, vagy azt ételezi fel, hogy nagyon ellenálló strapabíró anyagról van szó. Akkor meg azért különleges, mert hogy ellenálló, mégis annyira finom, annyira... Hát a szál vékonyságából következően lehet nagyon finom, vékony kelmét készíteni belőle valóban. Na most Kriszta említette, hogy elsősorban a 19.-20. század környékéről választottak viseleteket ebbe a kiállításba. Ez nyilván tükrözi a divat változását is valamennyire. Ezt hogyan lehetne jellemezni, milyen változás történt ott a századfordulók környékén? Tehát egészen máshogy néznek ki, és egészen más hatást keltenek a díszmagyarok, mint mondjuk a későbbi báli öltözetek. Ja, a 19.-20. század fordulóján a szecesszió megjelenésével egy picit a praktikumra is, tehát a praktikum irányába indul el a divat, a kényelmesebb viseletek irányába, hiszen a korábbi krinolin vagy turnőr divat, ami szinte lehetetlenné tette a nők mozgását, hiszen 8-10 alsó szoknya, 10 méteres átmérő hatalmas viseletek nyilván nehézkessé tették a mozgást. Ez most a századfordulón egy kicsit megváltozik, a szoknyák szabása is inkább a harang alakot követi, és hát ez a szitakötő típusú vagy alakú nő jelenik meg, aki már inkább nem a dúsidomok, hanem a vékonyabb. Inkább nyúlánkabb. Így van, igen, és a divat is ezt a testképet vagy testideát követi. Ez a hosszúkásabb forma és megjelenés, ami ugye az emancipáció, a fűző eltűnés, ez mindez a korszak, ami összefügg nyilván a viselettel és a divattal, hiszen egy egész más típusú nő alak jelenik meg, ami aztán a világháború még inkább felfokozza ezt a folyamatot, és a 1920-as
20-as évekre már megjelenik az a fiús típusú nő, amit úgy hívnak, hogy Garçon, egy francia regény alapján. És hát ez a típus már abszolút egy egészen más, felszabadult életérzést tükröző, követő, sportos nő, aki megjelenik, aki nyilván a szabadabb, kényelmesebb ruhákat viseli. Több látszik már a testből, egészen más a ruhák szabása, megjelennek ezek a kombiné-szerű pántos ruhák, amelyek például ezek a Chelsea ruhák, amik a kiállításban is láthatók, és hát ezeknek a ruháknak az anyaga is sokszor mondjuk sejemből készül. Tehát itt több olyan viseletet is bemutatunk, amelynek sejem zsorzsát az anyaga, és ez a finomság, amit az előbb említettél, ezek mind visszatükröződnek ezekben a viseletekben is. Hát abban talán megegyezhetünk, hogy mindannyiszor, ha látjuk az eleganciát, vagy sok esetben az érzékiséget képes kifejezni. Az érdekelne még, hogy melyik a legkülönlegesebb sejemfajta? Hát, ha én választhatnék, én biztos, hogy a póksejemre szavaznék, hiszen fantasztikusan nehezen kezelhető anyag egy póksejem, de ugyanakkor... Ilyen is van a kiállításban? Van, hát eredeti nincs, csak igen, filmen, illetve fényképen tudunk bemutatni póksejemből készült ruhát. Ezt Angliában készítették az ezredforduló után. 1,2 millió viszonylag nagytestű ázsiai óriás keresztes pók fonalát használták fel ennek a ruhának az elkészítésére. Több évig dolgoztak, és póksejemmel hímezett a ruha. Tehát egy fantasztikus költemény, természetesen múzeumi darab. Tehát valószínűleg egy van belőle. Egyetlen egy darab így van, maximálisan egyedi, és nem minél, hogy bárki is alkalmakkor ezt viselni fogja. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok érdekességet megtudtunk a sejemről is, és a viseletekről is. Köszönöm a beszélgetést, és a kedves nézők még több ismeretet, illetve érdekességet tudhatnak meg a következő bejátszásból, amelyben a kiállításba kalauzoljuk Önöket. Szépen ide helyezem, remélem nem esik le, és akkor ő majd a fonyadó levélről átmászik a frissebb levélre. A Dunántúl erdeiben élnek a tölgy sejemlepkék. Egy hónap alatt 8-10 cm-t nőnek, szeptember végére bebábozódnak. Időközben 70 kg lombot fogyasztanak el, ennyi szükséges egy átlagos sejemből készült felső elkészítéséhez. Többek között ezt a folyamatot is végigkövethetik az érdeklődők a Szavária Múzeum sejemszálak címmel nyílt kiállításán. A tárlat nem csak azokat az állat és növényfajokat mutatja be, amelyek a drága és megbecsült szövet alapanyagát szolgáltatják. Egy része divat történeti bemutató a 19.-20. század fordulójának viseletét eleveníti fel. Díszmagyar öltözett fűzők és alsónemük is láthatók. A női magánvilágot megtestesítő lila budoárt is berendeztek a készítők, és a polgári otthonokba is bepillanthatnak a látogatók. A Schmidt Múzeum textil gyűjteményére alapoztuk ezt a kis válogatást, de nem csak textilek jelennek meg, és nem csak sejem jelenik meg a kiállításban, hanem bútorok és használati tárgyak is. Egy angol történész, akit Bill Brysonnak hívnak, egy nagyon izgalmas könyvet írt a magánélet történetéről, és ebben említi azt, hogy a történelem a házakban végződik. A 19.-20. század végére a jóriszta városi polgári otthonokban már elkülönülnek a belső terek, a terek funkciói szerint. A budoár eredetileg Franciaországhoz kötődik, a rokokó jegyében született, a királyi udvarban, az arisztokrácia köreiben alakult ki, és aztán leszivárgott a társadalom alsóbb rétegeibe is. Funkciója szerint három részre különült, akár egy térben is. Hát egy kis privát fogadóteret is jelentett, aztán egy öltözőszobát, garderóbot, de a legintimebb szférát, a tisztálkodás terét, a szépségápolás terét is megjelenítette, vagy képviselte a budoár. A sorozat ötlete tavaly az Adria kiállítás után fogalmazódott meg. A különböző tudományágak több oldalról járják körbe a témát. Egyrészt, mint textil történet, és maga a sejemút, mint történelem, illetve a történelem több szakaszán keresztül működő utak, és nem csak kereskedelmi utak, hanem kulturális utak, és ennek a megjelenése
egyrészt az antikvitásban, Szombathelyen, Szaváriában, és egyáltalán Európában, illetve mi történt akkor, amikor a titok kipattant, és amikor elkezdtek Európában is sejmet készíteni. A múzeum egyéb nagy és kísérő rendezvénye is ezzel a témával foglalkoznak majd ebben az évben. A sejem szára, ha így mondhatom teljesen mindegy, hogy miből készült, ugye tudjuk azt, hogy több fajta sejem van, de föl lehet fűzni mindent, és ismételten a múzeumnak az összes tudományága belecsatlakozhat és belekapcsolódhat. És talán érdekesség az, ami számomra nagyon kedves, hogy nem csak a modern időkben, vagy nem csak a középkorban, ami minden ember számára tudatos a sejemnek a használata, hanem már az ókorban is használták a sejmet, és ezt is szeretnénk tudatosítani a közönségben. További 4 kiállítás nyílik még a témában, a Szavária Múzeumban a titkos sejem nyomába erednek, az Ízeumban a feliratos és istenábrázolásos múmialeplek, vászonamulettek mellett egykori viseleti tárgyak és kiegészítők révén mutatják be a textilfelhasználás e különleges módozatát. A Vasis Kanzenben népi szerelmi ajándékok formájában jelenik meg a sejem. A sorozat utolsó állomásaként nyílik majd június végén az 5. textilművészeti triennálé a Képtárban. A programsor október végéig tart. Maradunk továbbra is a divatnál, és elsősorban a múlt századforduló divatjáról fogunk beszélgetni vendégemmel, aki Budapestről érkezett hozzánk, és akit nagy szeretettel köszöntök, F. Dózsa Katalin művészettörténész, aki kifejezetten a viselet történetre szakosodott, tehát ennek szakavatott tudója. Induljunk ki talán abból a gondolatból, hogy mi is tulajdonképpen a divat funkciója, minek a kifejezője a divat? A divat egyértelműen információ, az illető ember kifejezési módja kiviseli. Itt ketté kéne vennünk a divat értelmét, mert van a divatnak egy olyan fajta primér értelme, hogy a legutolsó divat, de ha nem így tekintjük, hanem egy sokkal szélesebb körben, akkor a divat az kifejezetten minden ember számára egyfajta kifejezési forma, követési minta, csak lehet, hogy nem a legutolsót, lehet, hogy 10 évvel az előttit, lehet, hogy saját maga által átírt forma, de azért mégis követi, tehát egy korszaknak az ízlését jelenti tulajdonképpen a divat. Most nyilván mindannyian ismerünk olyanokat, akiknek nem fontos, aki nem különösebben foglalkozik ezzel, de azért alapvetően meg mégiscsak hatással van, különösen a hölgyekre talán. Mi a titka, vagy mitől van hatalma a divatnak? Nagyon érdekes, mert a legutóbbi agykutatások eredményeképpen kiderült, hogy az új ruha vásárlása dopamin termel az agyban. Még a férfiaknál is? Férfiaknál is. Azzal én teljesen egyetértek, hogy vannak emberek, akiket jobban érdekel, vannak, akiket kevésbé. Nemhez kötött, ezt viszont hangsúlyozni szeretném. Ez teljesen a társadalmi közgondolkodástól függ, hogy mit gondolunk, hogy kinek fontosabb a férfiaknak vagy a nőknek a divat. 17. században teljesen egyértelmű volt, hogy persze, hogy a férfiaknak. De én azért azt gondolom, hogy a kifejezetten depressziósok és a vallási fanatikusok kivételével, ha nem is a szónak a közérthetőbb formájában, ahogy mondtam, a legutolsó divat, de az, hogy mit üzenek a többi embernek a megjelenésemmel, ez azért majdnem mindenkit érdekel. Most említette a 19. századot, amiről nekem az jut eszembe, hogy ott a férfi öltözködés azért lényegesen visszafogottabb, miközben a női viseletek azért meglehetősen feltűnőek. Én most laikusként fogalmazok, hogy nem helytállóan. Abszolút jól fogalmaz. Sőt, mondhatom azt is, hogy sok esetben kényelmetlenek, vagy használhatnám azt a szót is, hogy pazarolva bánnak az anyaggal. Teljesen jó a meglátás. A francia forradalom után a polgárság lett a vezető rétege a társadalomnak, az arisztokrácia visszavonult, és a polgári ideáloknál a férfi az dolgozik, az komoly ember,
Tehát ilyen butaságokkal, mint a divat nem foglalkozik. Ez egyébként a reformáció gondolatát viszi tovább. Ezzel szemben a férfi társadalmi helyzetét a nők reprezentálják, és éppenséggel a férfiaknak a gazdagságát, a rangját az mutatja, hogy a hozzátartozó nők, leányok, feleségek, szeretők, bizonyos körökben a szeretőtartása is abszolút, hát elvárt volt, minél többet kölcsön az öltözködhet. Ő megengedheti magának, hogy a hozzátartozó nők sokat kölcsenek a ruháikra. Tehát egyfajta presztízzel, életmóddal, abszolút, sok mindennel összefügg. Abszolút, és a kényelmetlen ruha az mindig azt sugallja, hogy a viselője nem dolgozik, segítenek neki fölvenni, tehát személyzete van, és teljes mértékben a reprezentáció a feladata. Na most beszéltünk a divatról általánosságban, igen, de mi hoztunk ide egy viseletdarabot, egy női ruha felsőt, amit remélem, hogy a kollégák egy kicsit közelebbről is meg tudnak majd mutatni. Én szeretném, hogyha elmondaná, hogy ez, erről most így, most találkozik ön is ezzel először. Mit tudna elmondani, hogy vajon milyen korból származik, miért ilyen, amilyen, vajon ki viselhette? Ez egy nagyon érdekes ruhadarab, tudni, két időszakra datálható. Eredetileg a 19. század első felében készült, a díszítések a ruhán és a budgyos ujja, ami meglepő módon egy ilyen nagyon finom, vékony, ha jól látom, tűszerűség, az 19. század első feléből származik, viszont a 20. század első felébe gondolom én nagy általán, vagy a 1910-es évekbe, vagy pedig az 1930-as évekbe az egészet új anyagra tették át, és ugyancsak a fűző zsinorozása is új anyag. Tehát amit itt elő látunk, az már egy kicsit így a díszmagyarokra emlékeztet? Egyébként az egész úgy, hogy van egy díszmagyar, a 19. században alakult ki a díszmagyar is, tehát, és aztán a 20. században. Azért gondolom, hogy a 30-as évekből való, mert amikor a bécsi egyezményeknél visszaadták a Nagy Magyarország bizonyos részeit, akkor nagyon általános volt, hogy új díszmagyar csináltassanak, viszont a díszmagyar és egyáltalán a magyar viseletnek van egy olyan hihetetlenül érdekes sajátossága, hogy nem az az értékes, ami minden vadonatúj anyagból készül, hanem ha van a családban egy régi ruha, és azt alakítják át, az sokkal magasabb értékkel bír, mert ez azt mutatja, hogy a család egy régi család, amelynek a felmenői is nemesi családból, tehát hogy mondjam, sokkal többet ér, tehát azért alakítják át, nem azért, hogy spórolnak. Értem. Na most, amit biztosan nehezen fognak tudni megmutatni a kollégák, ezek a nagyon apró kis díszítések a ruhán, ami azért különösen hát érdekes. A flitterek, a gyöngyök, igen, amik rajta tehát ez mennyire jellemző? Abszolút jellemző. Abszolút. Mi a különbség a flitter és a gyöngy között? A flitter az egy ilyen lapos kis fényes, középen lukkal ellátott kis kör alakú rátét dísz. Nagyon szép régi magyar neve van, az a neve, hogy pillangó. A gyöngy meg legkülönbözőbb gyöngy forma, tehát üvegből. Színesek készül. Is? Színesek is, igen. De épp a 19. század első felére ez az aranyezüst színösszeállítás nagyon jellemző. És minden bizonnyal kézzel varták nem rá. Nem is tudták máshogy. Máshogy nem is nagyon lehetett. Hát a kézi munkának korán nem sem volt olyan értéke, mint ma. Sajnos a gépesítéssel elveszik az emberek kézi munkatudása, és itt most nem csak magára, a ímzésre gondolok, hanem mindenféle kézműiparnál azt hiszük, hogy nem tudjuk olyan finoman csinálni, mert hát az leszoktat a gép, hát leszoktat a gép arról, hogy megerőltessük magunkat, hogy így mondjam.
Most mi készültünk fényképekkel is, olyan fotókkal, amelyek a 19.-20. század fordulóján, de inkább azt hiszem, hogy a 20. század elején készültek fiatal hölgyek különböző öltözetekben. Megkérem a kollégákat, hogy mutassuk meg ezeket a női öltözeteket, és ha látszik egyáltalán rajtuk a legfőbb jellegzetesség és díszítés, akkor jellemezze legyen kedves. Ez például egy 1910-ben készült fotó, ezt tudom, aminek a háta gyönyörűen hímzett és díszített. Hímzett? Már a legalábbis ruhának, nekem úgy tűnt a ruhának, igen, közelebbről. Ja, igen, mert úgy értettem, hogy a fotó háta azért. Nem. Hát igen, ez az 1898 és 1910 között volt a szecessziós divatnak a korszaka, amelyiknek a szabása már sokkal egyszerűbb volt, mint a korábbi korszakokban, az óriási krinolinok turnőrök korában, viszont rengeteg hímzéssel, gyöngyel, flitterrel díszítették. Sok csipkével, igen. Ami pótolta azt a fajta kényelmetlenséget és anyagpazarlást. Tehát ugyanúgy a nőknek ezt a dísz feladatát teljesítették ezek a nagyon gondos és szép hímzések. Szinte finom díszítések. Nagyon finom ezek és finom, nagyon szép hímzések. Visszafogottabbak, igen, mint ezek a régebbiek. Egyébként az az érdekessége ennek, hogy bizonyos bolerókat készen árultak. Tehát ami nem méretre volt készítve, boleró, sál, díszítések, esetleg anyagok is, azt előre kihímezve, flitterezve, gyöngyözve árultak, és ezt hívták konfekciónak. Uh-huh. De ezek drága darabok voltak. Tehát, szójelentés időközön átalakult. Az is készárú volt, igen, meg utána is készárú volt. Csak az értéke volt, csak más, igen. Nézzük meg a következőt, hogyha kérhetem. Hát ez későbbi. Igen. Ez már háborús időszakból lehetséges. Ez feltehetően egy báli, vagy legalábbis alkalmi. Biztos, viselet, hogy alkalmi, mert pontos előírások szabályozták, hogy milyen alkalomra hogy kell öltözni, és a mélyen kivágott újatlan ruha az csak bálra volt megfelelő. Nem, az a bajom, hogy nem én igazán jól látom, messze nagyon van. Messze van, igen. De érdekes például a pánt. A haja, nem? Vagy csak konyba van hátul. Igen, igen. Rövid hajó a hölgy is. Igen, ilyen 16-17 körüli a fotó. Mehetünk tovább, hogyha kérhetem a kollégákat. Hát ez egy jellegzetes 1902-3 körüli divat. Ez a S-vonal, ami nagyon jellemző, tehát tulajdonképpen a középkori Madonna estartást egy kicsit átírták, mert a középkori Madonna tartás az olyan volt, hogy has előre, hátra a vállat, tehát egy kicsit ilyen állapotos testtartás volt. Uh-huh. Itt viszont a mell is előre, mell előre, hangsúlyozva, és a has hátrébb, tehát. Na most itt ez egy nagyon lényeges dolog, ezt a bizonyos új vonalat, ezt az S-vonalat, ezt a mozgékonyságot, az volt, ami vonzó volt a nők számára, ami miatt hajlandóak voltak egyszerűbb szabású ruhát is. De az S-vonalba beletartozik a csípő is? Mert a csípő karcsú. A csípő karcsú, viszont a hátsó rész az hangsúlyozva van. De nem turnőrel, tehát nem segédeszközzel, hanem azáltal, hogy mell előre, has be, hátsó rész ki, és akkor így jön létre ez az. Ja, és akkor, hát ugye ez az vicces, mert 1898 jelenik meg ez a divat, és mint reformot üdvözlik, és valóban reform, mert addig 25 méterből készült egy ruha, ez meg 5 méterből. De uszája van, ami nem csak hátul van uszája, elől is hosszabb a földnél. Menjünk tovább, azt kérem. Igen. Következőre. 1910-es, ezek a ezek az óriás kalapok, ezek akkor 10-12, ez abban az időben volt nagyon jellemző, abszolút hétköznapi viseletnél is, és ami széles körbe elterjedt, az a kosztüm, ami gyakorlatilag megfelel a férfiak zakó viseletének, és ez azért érdekes,
mert azt megelőzően délelőtt más ruhát kellett hordani délbe, és délután látogató ruhaként. Tehát ez egy normál nap, háromszor kellett átöltözni valakinek, aki nem akarta, hogy megszólják, de a kosztüm az reggeltől késő délutánig megfelelő viselet volt a fehér. És akkor ezek szerint egy kicsit közelített egymáshoz a férfi és a női viselet. Ez egy abszolút törekvés volt, ugye így már az 1880-as évektől elkezdtek harcolni azért, hogy hát ez a borzasztó kényelmetlen, értelmetlen, pazarló divat tudott felváltsa egy értelmesebb divat, de a nők inkább akartak szépek lenni, mint egészségesek. Hát sok mindenre képesek vagyunk, ugye, a szépséget? No, itt egy következő. Ó, hát ez meg már háború után, ez már 22-23 körüli lehet. Rövid a haja, igen, rövid a szoknya, de egyenes vonalú. Hát ez már a háború utáni új lánytípus, amikor azt úgy lehet definiálni, hogy a legszebb nő a férfi. És ez egy könnyű, kényelmes viselet. Könnyű, kényelmes viselet, most már ez nem csak báli viselet, hogy így kivágott, és rossz májúak szerint, ha valahol elhagyja, akkor egy borítékba vissza lehet utána küldeni. Úgy emlékszem, van még képünk, hogyha van, akkor nézzük meg. Ebből... Ez is olyan 1900... Hát egy nem annyira jellegzetes ennek a szabása, de én a 8 körülre, 908-10 körülre. Ezt azért választottuk be, most sajnos tényleg messziről nehezen igen. kivehető, hogy a rövid ujja tele van gyöngyökkel. Igen, tehát hát ez egy gyöngy díszítéses, gazdagon díszít. Tehát ugyanebből a ruhából, illetve ebből a hölgyből van még egy, amelyik talán jobban mutatja ennek igen, a ruhának igen, a igen, formáját. Igen, igen, sokkal jobban. Tehát ez egy muszlin sejem ruha, ami hát ez szépen gyöngyözve. Mondom, hát ez a... És ez már a következő ruhareformnak a tipikus darabja, amikor már levetették a nőkről a fűzőt. Hát persze, akinek nem volt ilyen karcsú, azért az próbálta, csak nem kellett a megkívánt formát nem kellett fűzővel létrehozni, és akkor ez megint csak, tehát az meg egészen egyszerű szabású, esetleg térdnél szűk, és akkor, de nagyon, nagyon dúsan díszített gyöngyökkel, és itt már sokféle élénk színt is használtak, ami hát a fotón nem látszik. Azt most sajnos nem látszik a fotón, és akkor ez legyen az utolsó, amit még megnézünk. Ez korábbi, ez 1898-99. Itt a rendkívül karcsú derék az, ami feltűnő. Hát a karcsú derék az nagyon sokáig, tehát itt nagyon keményen fűzték magukat a nők, és egy fűzővel 10 centit lehet karcsúsítani. Főleg, hogyha kisgyerekkortól fűzték őket, hozzászoknak. Ma is lehet 10 centit karcsúsítani egy nőn, de akkor el kell kezdeni reggel 8-kor, és úgy 12-ig sikerül befűzni. De őket, mondom, már kisgyerekkoruk óta fűzték. Még valamit el kell árulnom. A Photoshop az nem mai találmány, csak akkor retusnak hívták. Ha az ember megnézi a képeket sokszor egész közelről, akkor kiderül, hogy ott a karcsú deréknél ott egy kicsit belenyúltak, és még karcsúbbra kapirgálták ki. Hát minden esetre az elmúlt évszázadok során rengeteget változott a divat, ezt elmondhatjuk. Ugye még a dédanyáink vagy szépanyáink idején azt mondják, hogy a kivillanó boka ingerelte igazán a férfiakat, vagy hogyha kivillant a csipkeszegély a hosszú szoknya alól. Ma pedig tulajdonképpen azt olvasom, és mondják sokan, hogy a divat inkább már a meztelenségről szól, és hogy a felső és az alsó ruházat közötti határvonal egyre inkább elmosódik. Mifelé tartunk most ön szerint? Én ezt egy pozitív változásnak tartom. A 20. századba visszatértünk ahhoz az állásponthoz, hogy a meztelen férfi és női testen semmiféle takargatni való nincs, annak a látványa nem erkölcstelen. Tehát gyakorlatilag a kereszténységet megelőző természetes kapcsolatunk kezd kialakulni az emberi test formáival szemben. Teljesen más világot élünk, mint a dédanyáink, vagy legalábbis, mint az én nagyanyám.
minden megváltozott. Megváltozott a férfi és nő kapcsolata is. Hát az öltözködés természetszerűen megváltozik. Természetesen ez az egészséges életmóddal jár együtt, a napozással, az úszással, legfeljebb az esküvőnkön akarunk fűzőbe lenni, de arra azért kíváncsi lennék, hogy hány férfi lenne hajlandó kemény gallérba feszengeni még akár egy esküvő alkalmával is, mert az se volt semmi. Tehát teljesen más az elképzelésünk az életről. De minden esetre a test és a divat az szorosan összefügg. A test, a divat, a társadalmi gondolkodás, a társadalom filozófiája, a technikai eredmények, ezek hihetetlen, szorosan összefüggnek a divattal. Ezért szoktam azt mondani, hogy a divat nem szeszélyes. Egyrészt azért nem, mert nem ember. Másrészt azért, mert nem ismerjük föl azt a rengeteg dolgot, aminek az eredményeképpen azok a formák válnak mintává, amiket követünk. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk, nagyon sajnálom, azt hiszem, hogy még nagyon sokáig tudtuk volna folytatni, köszönöm. És az a gondolat, sajnálom, hogy nem hangzott el, és azt nem fejtettük ki, idefelé jövet mesélte, hogy régen sokkal gyorsabban változott a divat, mint manapság, és én ezen meglepődtem, mert azt gondolnám, hogy a 20-21. Században ez éppen ellenkezőleg van. Remélem, még találkozunk, és akkor folytatjuk. Köszönöm a beszélgetést, és hogy nagyon eljött Szombathelyre. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, kalendáriumot egy hónap múlva láthatnak ismét, júniusban találkozunk. Viszontlátásra!